Verib Lídia osztálytársával és testvérével jár a táborba. Nagyon élvezi a kézműves programokat, kedvence a gyurmázás. Egy lovacskát készített, amire nagyon büszke. Szerintem ez a tábor eléggé jó mindenkinek, aki esetleg mondjuk hazaért a nyaralásból, és már nincs nagyon programja, illetve nagyon sok hasznos program van itt. A kézműves tábor nem csak a kislányok számára szórakoztató, a fiúk is nagy pontossággal és odafigyeléssel készítik különböző technikákkal az apró tárgyakat. Azért jöttem ebbe a táborba, mivel hát nem akarok egész nap a gép előtt ülni otthon, illetve itt vannak a barátaim is, és jót szórakozunk. Az 5 nap alatt minden nap mintegy 50 gyerekkel foglalkozik 6 programvezető. A tábor reggel 9 órától 1 óráig tart, 6 csoportban dolgozunk velük, 4-en dolgoznak itt, mint kézművesek, 1-en bent a konyhában, és kint tornáznak. A kézműves foglalkozások mellett a táborozókra sárkányeregetés, lovagi bemutató, sportvetélkedő és sok más érdekesség is vár. Ezek mind új dolgok, amivel a gyerekek nap mint nap nem találkoznak, a tanítás ideje alatt sem, és ezek mind, tehát a finomotorikájukat fejleszti, megismerkednek az anyagokkal, megismerkednek az új technikákkal, tehát bővíti a tanulók tudását, de mindezt játékos módon is, barátkozás útján. Az ingyenes tábort először szervezték meg, támogatója pedig a tartományi oktatási titkárság.